Folytatódik a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán elindított sorozatunk, amely immár második részéhez érkezett. A mai adásnak mi lesz a témája? Mit veszünk ma górcső alá? Azokat az időszakokat fogom bemutatni, ami a második világháborúval kezdődött. Ugye az első rész az 1919-től a második világháborúig tartó időszakot ölelte fel, aminek a végén utaltam arra, hogy a második világháború befejeztével már kialakult háromféle csoport, akiket nagyon rossz körülmények közé vittek. Ezek voltak a hadifoglyok, a Málenki robot és a gulág. Erről most néhány szóban annyit, hogy kik is ők tulajdonképpen. Ugye a hadifoglyok egyszerű módon arra gondolunk, és ez tényleg így van, hogy akik a háborúban katonaként részt vettek, és abból kifolyólag ők fogságba estek. Ők voltak a katonák. Ezek a katonák ugye a hadifogságban valamiféle ellátásban részesültek, ami nem volt nagyon szép és nagyon jó. A következő csoport, a Málenki robot. A Málenki robot azt jelenti magyarul, hogy kis munka, amire összeszedték az embereket, abból a célból, hogy valamiféle a háború által okozott károk helyreállításában vegyenek részt hadifoglyok. Után ugye a Málenki robot egy második csoport lett, akiket már 44 vége felé szedtek össze, de nagyobb részüket 45 elején. Mégpedig kétféle parancs alapján. Az egyik parancs az egy városi parancsnak volt, amikor a 18, egy kicsit pontosítsak ebben az idő, amikor a 18 és 50 év közötti embereket szedték össze, abból a célból, hogy egy kis rövid időre elviszik őket. Egy másik csoport, és ez vegyes állományú volt, úgy mondom, hogy a nemzetiségiket illetően németek is, magyarok is, ruszinok is, nők is, férfiak is vegyesen. A másik csoport, az pedig már katonai parancs volt, amikor azt mondták a németeknek, hogy a 17 és a 49 év közötti férfiak, valamint a 18 és 30 év közötti nőket gyűjtötték be. Ez volt a 60-as számú parancs. És akkor ugye ezeket egy parancs alapján azt mondták, az volt az utasításban, hogy a város valamilyen pontján reggel 7 órától este 9 óráig kötelesek megjelenni, akik nem jelennek meg, azokat más úton, módon szedik össze. Ebből alakult ki egy olyan társaság, egy csoport, akit aztán néhány napi élelemmel, mert az is benne volt a parancsba, és két váltás ruhával jelenjenek meg, akit aztán úgy gondolták, hogy néhány napra, néhány hétre elviszik. Igen ám, de ez nem így történt, hanem hamar elfogyott az élelem, és a vonat csak ment. Csak ment, nagyon messzi vidékre, elvitték Oroszországba, és az Urálig történő területeken osztották őket szét, és ott végeztettek velük nagyon komoly fizikai munkát. Nagyon rossz körülmények között voltak, sokan lefogytak, nehéz fizikai munkát végeztettek velük bányákba, fakitermelésbe, a befagyott folyóból ki kellett kézzel a szálfákat húzni, azokat vasútra rakni, elviszni a fűrészüzembe, feldolgozni. Nagyon nehéz fizikai munkát végeztettek a bányába, oly módon, hogy szinte alig volt lift, alig volt csille, ő nekik maguk kézimunkával kellett azokat a rabszolgamunkákat. Idézőjelben mondom, de ez tényleg az volt számukra, ezeket elvégezni. Tehát a Málenki robot ezt az rövid időszakot időzőjelbe teszem, mert azért 45-től 48-ig ilyen körülmények között az időszak az ennyi év volt, de annak elviselése az nagyon fájdalmas volt, nagyon fájdalmas. Több százezer embert vittek így el, múltkor említettem is ezeknek a létszámát, és hát egyfajta 1948-ban történő megszabadulás, amikor a katonákat is már úgy hazaengedték. Rákosi nem nagyon akarta befogadni őket, mert hát ezek a nép ellenségei, ők a szocializmus, a kommunizmus ellenségei. Tehát ő nem akarta erre, de hát aztán végül mégiscsak hazatértek nagy nehezen. A másik csoport, ami már gulág,
ez kényszer, politikai rabok és kényszermunkások társasága volt, ha így mondjam, a Gulág csoport. Őket már a háború vége felé, sőt 1944. október novemberében szedték, gyűjtötték össze. Teljesen fiatal embereket is. Ugye akkor a sorkatonai szolgálat 21 éves kortól kezdődött, de előtte már voltak kiképzések, úgynevezett leventék. Azokat szedték össze a helyi kommunisták segítségével, és azokat beterelték oly módon, hogy hát majd kapnak egy olyan igazolást, amivel majd a háborúban hát őket nem fogják semmire sem használni, és ide meg ide ennek a nagy épületnek a pincéjébe, udvarába gyűjtötték őket össze. Ez volt a csali. És aztán egészen 50 éves korig begyűjtöttek embereket. Szinte rabszolgákká tették, ahogy elkaptak egy-egy embert, szinte vadászták a környezetbe, azokat oda begyűjtötték, és aztán irány vagonnal el a Szovjetunióba. Most, hogy ők hová kerültek? Ők nagyon messzire. A Málenki robot csak az európai részre vitték őket, tehát az Urálig, a Gulág rabszolgát, tehát a politikai rabokat és kényszermunkásokat, azokat pedig az Urálon túl, egészen Kamcsatkáig. Ugye ez a tabló arról mesél, hogy milyen volt a láger élet. Hogy milyen volt a láger élet. Nos, hát ez a láger élet a nagyobb időszakot felölelő láger életről szól, ami tartott ugye 44-től 1953 a Sztálin haláláig. Tehát ez a Gulág. Most ez a láger élet idézőjelben vagyon írva, mert ez nem is nagyon volt élet, és ezt az életet Baldajev őrnagy, aki egyébként börtönőr volt, örökítette meg grafika módon, és odaírta orosz nyelven, hogy miről szól. Na most kicsit furcsa ez a dolog, és nehéz is talán ezt mindenkinek elmondani, megmutatni, mert ez a Baldajev őrnagy 67 képet készített, azt hiszem, és ezek sokkoló képek. Baldajev őrnagy. Említettem, hogy ő egy börtönőr volt, és az volt a feladata, hogy járja a Gulág telepeket. Egy-egy pont az csak egy város jelöltött, de ott több száz, több ezer láger volt. Hogy ezeket ő járja végig, és adjon jelentést a főhatóságnak, hogy mégis hol mi történik, meg stb. Stb. És ezt megkérdezték tőle, hogy és mindez végig járta? Azt mondja, hát 40 ezeret nem tudtam. Ez egy szám, röviden. Ez a Gulág mikor kezdődött? 1918. szeptember 5-én. Egy görög származású Henkel nevű ember találta ki, hogy az ilyen politikai rabokat ne csak fogva tartsák, hanem dolgoztassák is. Ebből aztán most láthatjuk, hogy milyen volt, nem mindig dolgoztatásról volt, hanem magának az életnek a körülményei. Ugye befogták az asszonyokat is, mert ők is a nép ellenségei voltak. A férjeik már régen nem voltak otthon, de hogy azok se maradjanak ki ebből a bántalomból, ebből az üldöztetésből, őket is láthatjuk, hogy kérem szépen nehéz fizikai munkát végeztek, talicskával hordatták a földet, sok minden más munkát végeztettek, itt csak egy kép róla. A család másik része, a gyerekeket a tisztek elé vitték kihallgatásra, hogy tagadják meg szüleiket, mert ők a nép ellenségei. És itt lehet látni, hogy szegény gyerekek meg vannak félemlítve, hogy most a szüleinket? Igen, mert hogyha nem, akkor még gyerekkorunkban is, mint a múltkor is említettem, 13 éves kislányt 3 évre ítéltek, vagy 4-re, akkor ők is arra a sorsra. Kénytelnek voltak, hogy úgy mondjam, szót fogadni és megtagadni a szüleiket. Nehéz dolog gyereknek egy családon belül ilyen dolgot. Az összegyűjtés kezdeti pillanataiban a lettek északi államok nőit szépen összegyűjtötték. Ugye ebbe a kényszermunkatáborban voltak köztörvényesek is, és azok nagyon csúnyán bántak a politikai foglyokkal, és ezeket a nőket a köztörvényesek részére árulták, hogy így mondjam. Volt olyan köztörvényes, aki 2-3 nőt is tartott magának. Egy csúnya dolog. Nagyon, nagyon bántó. Nos, hát
Ugye voltak azért a lefogott férfiak és nők között is olyan művészi hajlamúak, akik valamiféle előadást tudtak produkálni. És akkor itt mutatnak egy olyan jelenetet, hogy egy nő gyönyörűen él, énekel, és szórakoztatja a börtönőröket, akik ott nagyon jól érezték magukat ebben, és írják, hogy micsoda csodálatos ez a dög. Hát kénytelen volt nekik valamit előadni, mert hát akkor nem akár biztos, az élete is múlhatott rajta, az élete is múlhatott rajta, inkább, ha már erre volt képes, és volt képessége, hajlama, akkor ezt kívánták tőle. Maga a gulág rosszabb volt, mint a hitleri táborok. Ezt akik átélték, tudták mondani. Miért? Azért, mert voltak olyan foglyok is, olyan politikai foglyok, akik az auschwitzi táborból, amikor már ugye május vége felé odaért a szovjet hadsereg, megmenekültek onnan, vonatra rakták őket, és irány visszafelé Magyarország vagy Szlovákia felé. Igen ám, de nem tudták őket elvinni a hazájukba, mert ott már a lakásukat, a házukat kisajátították, oda már nem tudtak visszamenni. Most mi történt ezzel a vasúti szerelvénnyel? Az, hogy Szlovákián keresztül szépen elvitték őket a gulágra, és ők tudták mondani, hogy most mi a különbség, amit már ők ott részben átéltek Auschwitzbe, hogy a gulág rosszabb volt, mint a hitleri tábor. És ez egyre jobban tudatosodott bennük, mert hosszú volt az időszak. 1953-ig. Addig dolgoztatták szinte éhhalál közepette, amíg vagy bírta, és akkor szenvedett, vagy belepusztult. Azáltal, hogy ezeket az embereket szinte néhány gram, 200-500 gram napi kenyéren kellett dolgoztatniuk, és vagy kibírta, vagy nem. Többnyire az idősebbek, akik mit tudom, 30 év fölött, vagy 40 év fölöttiként gyűjtötték össze, azok nem bírták. Meg hát kinek milyen volt a fizikuma. És hát ebből kifolyólag aztán nagyon sokan elhunytak. Itt van egy olyan kép, ami azt mondja, hogy 100 holttest számára alakítottak ki a fagyott talajú közelben egy olyan gödröt, amiben ugye sokszor a sarkkörön túli vidékeken voltak, be voltak fagyva a folyók, a föld mélyen át volt fagyva, és az elhunyt embereket nem tudták hová tenni. Akkor egy nagy gödröt készítettek, és akkor oda dobálták bele, mert hát összefagyott emberek voltak. És erre van itt egy ilyen közös. Egy másik szituáció, amikor a 35-40 fokos hidegben, a hóban a jégre fektették őket, és ott fagytak meg, teljesen képtelenek voltak már tovább dolgozni. És egy másik szituáció, itt egy közös hírgödröt csináltak, itt pedig egy folyó közelében a kővé fagyott tetemeket, tehát az elhunyt embereket, a vágok lékbe, a folyónak a lékébe tudták csak elhelyezni, mert egyszerűen nem volt hová, olyan mélyen át volt fagyva a talaj. A jeget még talán könnyebben fel tudták dolgozni arra, hogy egy akkora léket csináljanak, hogy egy embert bele tudjanak. De ezt mind a saját rabtársaikkal kellett megcsinálni. Hát micsoda lelki tusa lehetett az, amikor a saját rabtársaikat kellett így eltüntetni. Mert aztán, hát kicsit furcsa, amit mondok megint, mert ugye először, amikor még erre nem fanyarodtak, hogy léket csináljanak, akkor kivitték végig, és akkor jöttek a farkasok. Nem folytatom tovább. De ott voltak az őrök, és azok kényszerítették erre a munkára ezeket a rabtársaikat. Egy szörnyű élet volt. És ez mind csak a láger környezetében, tehát a lágerban történt. Még a munkáról nem beszéltem, majd az egy másik alkalommal lesz, hogy milyen munkákat végeztettek velük. Kérem szépen, a népellenségei voltak, teljesen így nevezték őket, és a
a párt bölcs vezetésével a szovjet népemre boldogság legmagasabb fokára a kommunizmus fognak jutni. Hát olyan szöveg volt nekik. Rózsás János bátyám, aki szintén egy ilyen környezetben volt, ő volt a magyar Szolzsenyicén, Gulág lexikont írt, meg sok mindent leírt, mondja, hogy hát volt könyvtár. Igen ám, de ott milyen könyvek voltak? Ami dicsérte azt a szocializmus, hogy irány annak alapján a kommunizmusba. És ott találkozott össze Szolzsenyicinnel. A János, ő német nyelven már tudott, mikor elvitték 19 éves korában, de igyekezett az orosz nyelvet elsajátítani. Olvasott, teljesen mindegy, hogy mi volt, csak gyakorolja. És akkor Szolzsenyicinnel találkozott, és megkérdezi tőle, hogy olyan jól beszélsz, de egy kicsit nem úgy, mint az itteni oroszok. Te orosz vagy? Nem, én magyar vagyok. És akkor később jöttek rá, hogy ő a magyar Szolzsenyicin, ő pedig az orosz Szolzsenyicin. Ennyit a Rózsás Jánosról egy-két kitérő mondatban. Tehát ez a környezet ilyen volt. És akkor ugye, hogy ebből meg lehessen egyáltalán menekülni, hát semmi esélyük nem volt, hogy ez egyáltalán fölmerüljön. Hát persze, hogy a szabadság után mindenki vágyott, és szeretett volna. Na de hát hová? Ez a gulág a szovjet területen, de Magyarországra is áthozták, ugye hallunk, csak egy város nevet mondok, Recsk, az is kényszermunkatábor volt. Elnézést ezért a kitérőért, de hozzátartozik ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük, illetve el tudjuk fogadni, nehéz elhinni, mert a mai fiatalnak ezt elmondani először is szörnyű dolog, másodszor pedig nem tudja elképzelni a mai világban, amikor már minden a tenyerében van, és nyomógombokkal a világot látja, és sok minden szépet, és sok minden jót, hogy ilyen megtörténhetett ezelőtt, mit tudom én, 60-80 évvel ezelőtt. És ezt nehéz elhitetni az ifjúsága, csak hogy néznek rám, és teljesen igazuk van, hogy ez, Jenő bácsi, ez tényleg megtörténhetett. Hát itt van a példa, amit egy börtönőr leírt akkor, természetesen titokba tartotta, mert hogyha ez kitudódik, akkor ő neki annyi, és amikor már szabaddá vált a helyzet, akkor hozta elő, és ez elkerült Magyarországra. Más országokban is lehet ezt a Baldajev képeket látni. Tehát ez a szörnyű világ, csak azt tudom rá mondani, egyesek túlélték. Nagyon sok könyvet elolvastam ezzel kapcsolatban, akik leírják ezeket az eseményeket. Sőt, ugye kutatásaim alapján túlélőkkel is tudtam interjút készíteni, beszélni velük, és mondom, hogy Feri bácsi, Józsi bácsi, hát az ön környezetében hogy nézett ki ez a dolog? Hát fiam, ezt, amit itt mutatsz, ez nem egészen ilyen volt, de volt hasonló. Tehát ők is átélték ezt, és ezt nekem teljes mértékben magamévá tettem azt, amit ő elmondott neki, mert hihető emberként könyveltem, és nem egy ilyen emberrel találkoztam. Mutatnék egy másik képet. Ez arra, itt látunk ilyen sovány embereket. Ezek a sovány emberek már nem voltak arra képesek, hogy dolgozzanak. Tehát nagyon lefogytak, és egyfajta létszámcsökkentést kellett nekik csinálni. És hogy egyszerű legyen a dolog, itt felsorakoztak az őrök, és itt pedig ezek az embereket snit lelődözték. Na most én ebből csak egy képet mutatnék meg, ezt a sovány emberköteget. Én jártam Auschwitzba, Birkenauba, és megnéztem azokat a képeket is, amiket ott. Bizonyára másoknak is volt erről már fogalmuk, hogy ugyanilyen sovány embereket láttak abban a környezetben. Tehát a holokauszt idején is ezek voltak. No de melyik volt előbb?
Hát a gulág 1918-tól. Volt honnan a nyugat-németnek tanulni, már bocsánat a kifejezését, de nem azt mondom, hogy volt rá példa, de a szörnyűség, az ember írtás, mert ez az, ugyanaz az emberírtás, csak ugye ott a holokauszt az rövidebb időszak alatt zajlódott le, úgy mondjam. Itt pedig hosszú évek alatt, 44-től 1953-ig, és ez a kép ugyanazt a képet mutatja előttem, mint amit ott láttam Auschwitzbe. És máshol is, amikor ilyen dolgokat látunk, azt lehet beazonosítani, hogy tulajdonképpen mind a kettő egyfajta emberírtás volt. Hogy melyik milyen volt. Erről történészek is beszélnek, hogy mi a különbség a holokauszt és a gulág között. És akkor nem nagyon tudják mondani, hogy ez a különbség, az a különbség, és szinte egyenlőségjelet tesznek a kettő közé. Mindegyik népírtás volt. Az egyik az azonnali, hamarabbi időszak alatt, ugye? A másik pedig egy hosszabb időszak alatt, amikor még szinte a halálig dolgoztatták velük, és termeltek a Szovjetuniónak különféle ásványkincseket, szenet, meg mindenfélét, amit ők elképzeltek. Végül is aztán, akik túlélték, sikerült nekik hazatérni. Itt van Baradlai Pali bácsi, múltkor is említettem, ő neki a Spravka. Ez egy szabaduló levél tulajdonképpen, ahol leírják a személyi adatait, mikor született, stb. És hogy 1953. november 25-én az a gulág megszabadulásának napja, amikor először térhettek haza Magyarországra. Egy-két mondat, hogy hogyan szabadulva meg ebből a világból, ebből a szörnyű környezetből, mikor átértek a magyar határra, akkor már őket ott ávósok fogadták. És azt hitték, hogy odáig kísérte őket egy szovjet tiszt, ő azt mondta, hogy innen Magyarország, és ott meg rengeteg ávós. És az volt az első üdvözlő szövegük, hogy akik most itt vagytok, ezt felejtsétek el, ez tévedés volt, és erről tilos beszélni, mert aki erről beszél, azt vissza fogják vinni oda, ahol eltöltötte ezt a 8 évet. Ez volt az első fogadtatás. A másik pedig az, hogy nem mindenki szabadult meg akkor, hanem ugye mondtam talán a múltkor, hogy ezek 10, 15, 20, 25 év büntetést kaptak, ugye a Szovjet Katonai Bíróság így ítélte el őket, és halál. Na most, amikor ezek ugye a halálbüntetést azt végrehajtották minél előbb, hogy ne legyen velük gond, de 25 éveseket, mikor a határa értek, azokat külön rakták. Külön tolták őket 1953-ba, nem mehettek haza a családjukhoz. Tehát majd csak nem halálbüntetés volt, vagy aki halálbüntetést kapott, de aztán sikerült neki 25 évet megkapni, azokat elvitték a Jászberényi börtönbe. És ott folytatták a rabságukat tovább, 1953. novembertől 1956. tavaszáig, nyaráig. És ugye akkor az 56. tavaszán, de inkább nyarán már érezni lehetett, hogy itt az országban nincsen minden jó, akkor apránként őket szépen kiengedték. Ez a létszám akkor, ez a 25 évesre ítéltek létszáma, az 285 ember volt. Ez név szerint meg is van jelölve Menzel Erzsébet, illetve Menzel Gusztáv, aki az előbb említett politikai rabok és kényszermunkások szervezetének az elnöke, ezt leírja a Guráb raktelepei című könyvében, név szerint, hogy kik voltak ezek. Ez volt a leghosszabb és a legszörnyűbb és a legnehezebb környezet, és az emberiség számára szintén ugyanolyan volt, mint a holokauszt. Ezt tulajdonképpen a szovjet területeken voltak kénytelenek elviselni a magyar emberek. De ebben nem csak magyar emberek tartoztak. Ugye
idézőjelben mondom, a béketábor országainak emberei, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország, a németeket, azokat külön más lágerbe tartották, de a szlovákot, a csehet, a lengyelt, azok össze voltak keverve magyarral. Nagyon jó barátság is alakult ki köztük. A lengyelek között voltak orvosok, de ott nem volt rab, hogy mondjam, nem volt orvosi ellátás. A rabok között, aki valamelyest már tanult valami orvosi tudományt, vagy végzett orvos, már olyan is volt, arra bíztak mindent. Gyógyszer nem volt. Ami a legfontosabb volt, ahol volt fenyőerdő, mert nagyon sok fenyőerdőt kellett nekik kiirtani, ott a tűlevélből főztek teát, mert a víz ihatatlan volt. Illetve hát ihatott belőle, de hát akkor annak annyi volt. És akkor volt egy dézsa, ahol a forró víz volt mindig beletéve, és akkor a tűlevelet ebbe áztatták, és ez volt az a folyadék, ez a kényszertea, amivel meg tudta magát óvni attól, hogy ne legyen hasmenése, vagy bármi más tífuszát, borzasztó, amikor egy ilyen dolog elindult. Ennyit erről a dologról, és remélhetőleg a továbbiak is egyfajta képet mutatnak erről a kommunizmus időszakról, az már nem lesz ennyire ilyen véres, mint ami ez.